Ragyogó napsütésben, de már a fázós napokra készülve adtak át kályhákat ma délután nyolc rászoruló család képviselőinek a voltira Barátság Központ udvarán. Ezúttal is jó részt Kecskemét, illetve környékbeli vállalkozások álltak az Assisi Szent Ferenc emléknapjához kapcsolódó adományozás mellé. A kájhák ünnepélyes átadásán dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester arról beszélt, egy város vezetése sok megoldandó feladattal szembesül, és ezek közül az egyik legégetőbb a szegénység elleni küzdelem. A szegénység ugyanis visszahúz, nem segít kibontakoztatni a tehetséget és képességeket. Mint mondta, a hosszú távú projektek mellett a mostanihoz hasonló azonnali konkrét segítségnyújtásokra is szükség van. A szponzorok képviseletében dr. Finta József érseki helynök a nagy templom plébánosa mondott beszédet. Hangsúlyozta, azt hiszi Szent Ferenc Jézust akarta követni, és azt látta a körülötte lévő embereken, hogy akik nagyon ragaszkodnak a földi javakhoz, azok nem tudják tiszta szívvel megtenni ezt. Az alkalmat a Kodály iskola kórusának szolgálata tette igazán ünnepivé.